sokan emlékeznek rá, úgyis emlegettük annak idején, hogy MSE, akkor még ugye Áfor forgalmazta. Látszik is, hogy a 20 évnél öregebb autókba való. Hát igazából 20 éve már bőven lehetett sok autóba használni az 5W30-as olajat, de ez az olaj például alkalmas a Ladákba, szerintem Kispolszkiba is, tehát nagyon sok ilyen régebbi autóba, és ugye nyugati autókba is, amik 20 évnél, bár én inkább 25-re tenném ezt a határt, öregebbek. Ami ugye érdekes, hogy ugye a viszkozitása, a hideg, illetve meleg viszkozitás az 15W40-es, tehát egy viszonylag vastag olajról beszélhetünk, ami melegen sem válik túl higgá, viszont a teljesítmény szintje, tehát itt jön vissza az, hogy ez az olaj, ez nem a korszerű motoroknak az igényeit már nem elégíti ki, mert itt, ha nagyon-nagyon apró betűvel, de olvasható, SF szintet és a CC szintet elégíti ki, ugye az SF az a benzinesre, a C betűs a dízelre vonatkozik, az S-ből csak az F-et tudja, tehát hány betű van az SN és az SF között, ami már közben túlhaladott volt, én már hallottam, hogy már SH-s olajat se gyártanak, hát azért ez nem teljesen igaz, mert ugye látszik az, hogy az idősebb autókban nem olyan nagy az igény, ezért azokban ezek az olajok még tökéletesen megfelelnek, bár itt jön vissza az, hogy jobb teljesítményi szintűt nyugodtan be lehet önteni, tehát nyugodtan beletölthetünk egy olyan autóba, amelyikben ilyen teljesítmény szintű olaj való, tehát mondjuk SF-es, nyugodtan beletölthetünk SN-es olajat, azzal rosszat nem teszünk neki, fordítva viszont igen. Tehát SN-es autóba SF-es beletölteni, sőt már SM-est sem szabad beletölteni. Azt kell beletölteni, ami belevaló.